Üdvözlünk minden kedves nézőt! Itt is vagyunk az Intel Extreme Masters Köln nagy döntőjének ötödik, azaz utolsó mérkőzésén. Az Ever és a QG Reapers csap össze. Mind a ketten egy-egy vereséget könyvelhettek el az utóbbi két mérkőzés után, de összesen ugye két győzelem van mind a két oldalon. Az utolsó mérkőzésen, jó magam, Thanatosz leszek ismételten, mi közvetítő társam pedig Darcig lesz. Szerbusz, Darcig! Mit vársz ettől a meccstől? Szia, szép jó estét minden kedves itt maradó, vagy olyan becsatlakozó nézőnek. Semmit. Az jó, mehetünk haza. Az a lényeg, hogy én már nem tudnám megmondani, hogy melyik csapat az, aki esélyesebbként indulhat a mérkőzésen. Volt esélylatogatás, még Pierce mondta azt, hogy aki először nyer, az igazából veszíteni fog, mert ezek a feltámadó csapatok. Most kettő-kettőn, akkor megkérdezem tőle, hogy na Pierce, akkor mi a helyzet? Mert... ki fog feltámadni, így van. Há, igen. Mindenesetre a tiltások azok már nagyjából be is fejeződnek, mire mondanunk végére érünk, sőt be is fejeződnek most. Nidalee és Varus tiltás. Az utolsó kettő az, amire feltétlenül ki kell, hogy térjünk, illetve talán Viktor és Sorakáról említést tehetünk, hiszen Varus középső ösvényre, hát ma a négy mérkőzésből kettő vagy háromszor is érkezett. Nidalee szintén győzelem elhozó dzsungeles volt. És hát ugye Sorakát is láttuk már, önmagában elhozta az egész mérkőzést, azért mert elpusztíthatatlan volt, és ezáltal a csapattársai is azzá váltak. Viktor. Az igazság, hogy amúgy ez a bár tiltás, ez annyira vicces, mert ki az, aki bárdal hihetetlen jó, de én mindig elgondolkozom azon, hogy bárd most tényleg ennyire jó lehet valaki kezében, hogy egy tiltást megérdemeljen, főleg mondjuk egy Ryze tiltás helyett, mert láttuk, hogy ha nem is Crazy mit tud vele művelni, hiszen ő inkább a Lissandra felé kacsingatott, de mondjuk Vi például hihetetlen ügyes vele, tehát lehet érdemesebb lett volna Ryze-t kivenni a játékból Bard helyett. Aztán a fene tudja, végül így döntött a QG Reapers, és az Ever pedig le is csap erre Ryze-ra, amit mondtam. Végül is érkezhet ő is a felső és a középső ösvényre, ez majd kiderül. Kíváncsi vagyok, hogy a QG mit fog elhozni, hiszen az a Nautilus szerintem bevált például az előző mérkőzésen. Lulu viszont szabad. Így van. Illetőleg visszakanyarodva egy kicsikét a tiltásos pedzegetésedhez. Ha Ryze kerülne a tiltólistára és Bardot hoznák el, az olyan mértékű kezdeményezés vagy életmentési potenciált rejtene már önmagában, hogy azt azért ilyen kaliberű csapatok nehezen engedhetik át, pláne úgy, hogy azért a kínai és koreai régió szeret nagyon kezdeményezni, vagy életet menteni. És ugye megvan a választás Lulu és Tristana, a véd meg, a Tristana adott kompozíció már így életbe is lép. Még egyelőre kérdéses, hogy Lulu hova érkezhet, de azért én szerintem mondhatjuk, hogy nagy általánosság szerint középső ösvényes Tristanánk lesz. Lulunk. Tristanánk az marad, lövész? Pontosan. Ez ilyen Tristan Alessandra féle keverés. Abszolút, persze. Hát a Tristan az mindenütt bezavar. Mundo érkezik, ráadásul a doktoros PhD Mundo jön a dzsungelbe, vagy a főső ösvényre. Az mindenféleképpen egy fájdalmas dolog. Ugye őt is láttuk már az előző mérkőzésen, például ki volt tiltva. Az Ever csapatában viszont jól működött. Amúgy a Mundo ugye egy megközelíthetetlen, áttörhetetlen, hatolhatatlan fal. Ráadásul ugye Vayne is sincsen, amit ilyen ellenszerként tartanak számon a profi ligákban, mint Mundo ellen egy hatásos fegyver. Minden esetre a Mundo és Alistar kombó ugye már pont amúgy a harmadik mérkőzésen, az szintén az Ever oldalán volt ez a két hős, nagyon jól szuperált együtt, tehát ellökés, feltartóztatás, ITV a javából. A QG vajon mivel fog jönni? Kindred? Azt mondod? Hát figyelj, ha véd meg a Tristanát, akkor véd meg a Kindredet is lehet. Ne, de nem lesz. Hanem inkább egy Rek'Sai érkezik Swifthez. Ő egyébként ezzel a karakterrel már meg is mutatta, hogy mire képes, és nem volt gyenge egyébként, nem kis kutassrác. Viszont ami még fontos az az, hogy kitértél erre a Mundo meg Alistar párosra, aki egyébként dzsungeles lesz, ahogy ezt láthatjuk most már talán, és középsősvényes Ryze az, amivel szembesülhetünk. Ez viszont még mindig megengedi a Lulut vagy középre, vagy felsősvényre is érkezni. Azt hiszem Pierce az, aki mindig kiemeli, hogy Lulu egy jó választás fiúra ellen. Vele valamelyest meg lehet fogni a beérkező párbaj hercegnőt. Ha megölni nem is, de legalább túlélni ellen az ösvényt, ami azért alapvetően nem könnyű, igen. Eléggé sokat számít.
ugye azért Fiórára most egy ellenszert kell találni a QG Reapersnek. Vagy tényleg azt mondják, amit te is kiemeltél, hogy érkezik egy Lulu. Hát Vi kezében Lissandrát annyira sokat nem láttunk, így lehet, hogy nem lesz jégösvény ezen a mérkőzésen, kiderül. Minden esetre én azt mondom, hogy annak van helye mostanában, úgy általánosságban mindenütt, de mondjuk az Ever csapata ellen, ahol ott van az a Mundo és az az Alistar, nem biztos, hogy ez lenne az indokolt választás. Fiora ellen még jól szokott működni Malphite is, köszönhetően annak, hogy csökkenti az alaptámadások sebességét, mind a földbe csapásával, mind pedig a fagyos szívvel, amit magára épít, de végül Lulut fogja úgy néz ki választani a QG Reapers Fiorával szemben, és Cassiopeia érkezhet. Hát Duin B, kérlek szépen az előző mérkőzésen Cassiopeiával, nagyon durva volt, és mivel a szünetben volt ideig kicserélni a billentyűzetet, ezért újra bírni fogja a kattintgatást. Igen. Rise lesz az, aki, az most Harry Potteren nevet, vagy pedig... Nem, hanem hogy kicserélték a klaviatúrát, hogy bírni fogja a kattingatást. Jó. Szóval igen, a lényeg az az, hogy Cassiopeia ott lesz a középső esvényed. És az utolsó választás ezzel teljes, a mérkőzés pillanatokon belül indulni fog. Két teleport mind a két csapatnál elérhető. Per csapat, ez a lényeg. Középső esvény, felső esvény. Nincsen égetés a mérkőzésen. Pedig van Mundo, ami pedig előre vetíti, hogy vagy Lulunak, vagy Cassiopeiának tanácsos volna legalább egy Moral Anomicont építeni. Igen, ugye az előző... Az előzőleg Mundo ellen azzal próbálkoztak, hogy egy égetést elhozott Lulu, de az kevésnek bizonyult. Illetve az középső esvényes volt. Igen, ez egy középső esvényes Lulu volt. De tényleg a Moral Anomiconnak azért úgy érzem, hogy van helye. Úgyhogy mindenféleképpen, hát kiderült tényleg a tárgyépítés, még mindig amúgy egy olyan tárgyról van szó, ami mana regenerációt biztosít, töltési időt csökkent, ráadásul ugye még varázssebzés is ad. Na de ismételten van egy nagyon fontos kérdésünk Darcig. Mely csapat nyerte meg a második szezonban a League of Legends világbajnokságát? Ugye van a Type Assassins, az Azubu Frost, a Moscow 5, ami ugye Gambit-té vált később, illetve a CLG. Mit tippelsz? Vagy mit tudsz? Ha tudod, akkor nem mondd meg. De mit tippelsz? Ja, hogy mit tippelek? Ja, ha nem tudnom kéne, hanem tippelnem kéne, akkor viszont még lehet itt nekem ugye valamilyen lehetőségem. A Moscow 5-ot azért nem fogom betippelni, mert ő alapvetően amúgy az Intel Extreme Masters-be tudott hihetetlen módon előre tölni és győzedelmeskedni nagyon sokáig. Igazából én le kell, hogy valljam őszintén fogalmam is, hogy a második szezon, ne viccelj. Hát arra is gondoltam, igen. Arra, értitek. Igen, egyébként valószínűleg, hogy a Taipei Assassins lesz az, aki a második szezonban a világbajnok csapat volt. Így is van. All Darcy. Tana is pontosan erre gondolt. Honfoglaló stream jön, úgy érzem ezután, az adás után, mert Darcynak ma nagyon megy. Legalább ez, nem? Legalább ez, így van. Na, és most már elindulom, hogy a bemelegítés a következő mérkőzésre. Utoljára láthatjuk ezt a videót, ezeket az arcokat is. Van mit nézni rajtuk. Viszont az edzői készfogás után, ez is nagyon tetszik amúgy, hogy mennyire megtisztelik egymást amúgy a külföldiek, hogy itt ugye nyilván ugye keleti régióból származnak, így meg is hajolnak egymás előtt. Ez szerintem mindig egy nagyon elegáns gesztus. Mindegy, hogy mennyire tiszteli egymást most jelen pillanatban a két csapat, hiszen csak egyetlen egy győzedelmeskedhet. Nincsen már esély arra, hogy valaki talpra álljon, hogy jó rendben most kikaptunk, de majd észhez térünk. Nem, hanem ez az utolsó mérkőzés az Intel Extreme Masters Kolony állomásánál. Könyvben vagyunk, ugye? És nagyon kíváncsi leszek, hogy az Ever vagy pedig a QG Reapers tud végül felülkerekedni a másikon. A Best of Five szériából az utolsó meccsen a kék sarokban az Ever, míg a pirosban a QG Reapers. Így is van pontosan, ahogy mondod, talán a mai nap folyamán először látunk egyetlen egy romlási talás kezdést, aminek ugye Fiora a kis gazdája. Érdekes módon egyébként ő is megtehetné, hogy Doran pengével kezdi meg a pályafutását, de az ő ellenfele Lulu lesz, aki távolsági karakter. Így viszont a lehető legtöbb életerő visszanyerést kell megragadnia, ami pedig ez
a továbbfejlesztett flaska teszi elérhetővé számára. Középső és milyen mind Rise, mind pedig Cassiopeia egy kicsit agresszívebben Durant gyűrűjével kezdi meg ezt a mérkőzést, ami ugye mana visszatöltés számukra, tehát amit várhatunk tőlük, az egy kicsit agresszívabb ösvényfázis. Így viszont ugye majd a játék későbbi szakaszában van egy tárgyuk, amitől meg kell, hogy szabaduljon. Azt kell, hogy mondjam, hogy ismételten láthatunk egy biztonsági kezdést mind a két oldalról. Hatalmas forgalom van a QG Reaper dzsungelében, föllel járkálnak a hősök, és miért? Mert ha nincsenek mélységi őrszemek, akkor van lehetőség ösvény cserére. Ráadásul Tristana és a legnagyobb troll, kedves TCT kezdeményez, így ők is el tudják hozni most azokat az ősi krúgokat, amelyeket amúgy az előző mérkőzésben nem tudtak megtenni, ugyanígy a kék oldalon volt az Ever és a piroson a QG Reapers, ugye az Ever a kék oldalt választotta magának az utcsó meccsre, és ez viszont annyit jelent, hogy Fiórának kéne szembenéznie ezzel a párossal. Kérdés, hogy meddig marad majd itt, szintelőnye lesz már a TCT-nek és alapvetően TNT-nek is, de közben amúgy Ki és Loken is el tudta hozni az ősi krúgokat, így hogyha az ösvénycsere úgymond befejeződik, teljes lesz, és fölülre megy Loken és Ki is, akkor hasonló szinten tudnak majd küzdeni egymással. Crazy pedig inkább segít Árésznak, nagyobb bulinak tartja. Pont ezért nem is valószínű, hogy ez egyébként meg fog történni. Már csak azért is nem, mert rengeteg idő, tapasztalati pont és arany veszteségébe kerülne a párosnak, amelyik mégis a fél ösvény cserét meghiúsítaná. Felső ösvényen egy torony elpusztítása már korán érkezett, harmadik perc felé ugyanis. Már ott van egyrészt TCT Trundle, aki harapni is tudja a tornyot, meg amúgy is püfeli, mint a vadállat. Azon kívül pedig ott van Tristana a gránátjaival, aki pedig hát tudjuk amúgy is, hogy mekkora sebzéssel bír a tornyok ellen. A kérdés csak az, hogy az a négy ember, akit a kis térképen már látunk a felső ösvényre mozogni, első gyilkosságot hoz el vajon, vagy a tornyot helyezi előtérbe, mert hogy itt van Ki, neki van fárasztása, neki van villanása, és érkezik a felmentő sereg is. Egyelőre ugye folyamatosan két torony közé szorul most így a QG Reapers. A középső ösvényre nem jön el Athena, sem Duimbi. Kettős teleport kombináció az Ever oldalán van, így még akár Athena haza is mehet, vagy egyszerűen csak beteleportálhat a buliba, őrszem van bőven. A minionok pusztítják közben a tornyokat, Swiftet sikerül megütni, de ő ugye nagyon szépen reagál, ahogy Ki is. Árész lehet gond, a végső képesség nincsen, eddig kettő darab villanás ment el az Ever oldalán. Ez egy hibás kezdeményezés volt az ő részükről, a torony is dőlni fog kettő idézői képességnek annyi, öröm az ürömben, hogy Kalista vígan farmolom. Pontosan ezt akartam én is mondani, hogy egészen addig békén van hagyva a lövésze az Ever csapatának, és azért Kalisztáról beszélünk, tehát ő, ha egy picike lélegzetvételnyi időt is kap teljesen egyedül, azt iszonyat mód ki is tudja használni. Az első torony minden esetre dől a felső ösvényen, a QG jó voltából, a lefogás jó. Ó, Athena bajban lehet, el is kell villanni a Swift! Mit hibázol, kedves Rek'Sai? A villanás rosszkor érkezett, és így nem lehetett felütni Athénát. Minden esetre neki is kiment a villanás, a Ki pedig jön. A nagy múbot folyamatosan mozog a középső ösvényen, és megpróbálja kizónázni Duimbit, akinek annyi manája van lassan, mint nekem, az a semennyi. Swift pedig még mindig itt van, de szerintem egy ilyen villanás után már senki nem veszi őt komolyan. Pontosan, ő is lehet, hogy vissza fog vonulni. Ki az még egyelőre ott van, és próbál nyomást gyakorolni. Az alsó ösvényre érkezik amúgy TCT, meglepetésben nem lesz része Kalisztának, hiszen jó az őrszem a bokorban. Ugye annak köszönhetően, hogy az első toronyra helyezett nagy hangsúlyt QG csapata, ezt a célpontot el tudták hozni, cserébe van egy kialakuló, illetve növekedni látszó farmkülönbség a két lövész között, egyelőre Kalisztának írható az a számlájára. A kérdés csak az, hogy vajon a 6-ös szintet is előfejlődébe ennek köszönhetően, hiszen most láthatod 5-ös szintű Loken, míg mindössze a 4-et fejlődte be TNT. És ez... Így van, érkezik a kezdeményezés Kitől, a szintelőny, amit te is mondtál, Lokennél van. Egyelőre is próbálja sebezni TNT, TCT még egy falatot kiszed Lokenből, de nem sebzett túlságosan sokat. Érkezhet közben Swift is, de az az őrszem még mindig ott van. Gyönyörű, szép volt amúgy Lokentől, hogy letette azt az őrszemet, mert a második rajtaütés tudja normálisan
megakadályozni. És Loken, lehet, hogy ő lesz az alsó ösvény sztárja? Esetre egyelőre így néz ki. Felső ösvényen érdekes módon fej-fej mellett halad Fiora, illetve Lulu legalábbis farm szempontjából. És már azt is tegyük hozzá, hogy két sütivel még rendelkezik, Lulu viszont egyetlen egy töltetét már elhasználta Fiora. Teleporttal visszaérkezett Athena. Visszaérkezett Athena, Duimbi szeretett volna kövé dermeszteni, de inkább az én... Ugye nem volt már manája, tehát gyorsan felszerette volna tolni az ösvényt. Mindösszesen csak a sebzés miatt jött ki ez a végső képesség Cassiopeiából, hogy a mirének eltűnjenek és valamelyest visszább lehessen szorítani azt a rájzt is. Így láthatod, nincsen farm lemaradása, de mivel teleportja sem elérhető, sőt nincs is, igazából annak a Cassiopeiának így nem tudott volna visszaérni tapasztalati pontra és aranyra, ezért inkább egy kicsikét gyorsabban megtolta az ösvényt. Közelem, hogy Athena ott tartja az ösvényen Duimbit, akinek pont az előbb említett okokból még mindig nincsen manája, de inkább kint marad, hiszen teleport számára nem elérhető. Próbálja úgy ott hagyni az ösvényét, hogy ne tudjon szabadon galázzálkodni Athena, nem hogy tudjon elhozni kettős felütés kitől. Swift érkezhet, na most jó lehet egy felütés, jó lehet. Nincsen itt még tőletetlen akarat, kifárasztás viszont van, túlvilági hívás is. Hátrafele megy ki, ő inkább menekül, teljesen megértjük, mert így biztosan nincsen gyilkosság a QG oldaláról. És az Ever pedig biztosra megy. Igen, egyébként érdekes, mert volt Alistarnak, hogy a saját gyógyítása az mindig van, bőg a bika, aztán gyógyul, illetve Lokennek is még elérhető volt az idézői képesség gyógyítása, így tehát akár még vissza is fordulhattak volna erre a 2v3-as szituációra az őrszem, az jó, viszont kék lopás több mint valószínű, hogy nem lesz, Swift még jól be is áll a bárnak az útjába, ha esetleg érkezne, de nem is érkezik. És így bizony... Már ki volt itt, lejjetted. Haj! Nagyon rossz volt, szipkezve megy a fargasokra, Crazy pedig a felső ösvényen. Egyelőre Weavel szemben nagyon jól tudja tartani magát. Ugye Fiorának a farmja megegyezik Weavel, és ez jó. Mind a két oldalról. Fiora nem kerül hátrányba, és pont tegnap beszélgettük Pierce-el azt, hogy Lulunak igazából tényleg az a célja, egy ösvényfázis során, hogy ne kerüljön hátrányba. Tehát neki nem kell mindenféleképpen farmerőnyt kialakítani, hogy folyamatosan vásárolja csak meg a dolgait, és még azt is tudom mondani, hogy második tárgyként nála egy Morellonomikon fog elkészülni, ahogyan arra számítottunk. Ez egy jobb összeállítás lehet, ugye Mundo ellen. Márhogy kinél, ne haragudj. Lulunál készülhet. Az még egyelőre lehet, csak a jégkirálynő is. Mindenesetre itt van ki, itt van Swift, és jó a piros lopás a sújtással árész. Berobban a köztudatba, és egy kicsikét Swiftnek visszafogják az előre rohanását. Attól függetlenül négy dzsungelszörnyel még mindig Rek'Sai vezet, árész pedig ultizik. Ki pedig arrébb löki, mennyire innen kislulu mondja, és ő engedelmesen arrébb is, mert ki porázúz, majd elvillan, de nagyon jó a bója, kinek törhetetlen akarata még mindig nincs. Pipapuf! Első gyilkosság Vinél landol! Az érdekesség az, hogy mégis ki, illetve Árész párosa volt az, aki azt mondták, hogy te figyelj már, itt a dzsungelet bemegyünk, jó? Bementek, ellopták a pirosat, majd utána ki villanása ellenére is ott hagyja a fogát. Túlvállalja magát egyelőre az Ever csapata. És ha az őrszemekre vetünk egy pillantást, a QG remekül védi is azt az északi dzsungel részt, ezt remekül láthatjuk is a kis térképünkön. Ennek köszönhető az első gyilkosság megszerzése. Közben Crazy egy picit még takarítja a 4-es metrókat, de megint nagyon jól csinálja Cassiopeia ezt a távoli kóstolgatást. Varus nem volt elérhető, így az a fajta agresszív és biztos távoli piszkálódás most nem elérhető egyik oldalról se, de Cassiopeia. Már az előző mérkőzésen láttuk, hogy a méreg bombákkal hogyan tudja zaklatni az ellenfél játékosait. Zónázásra tökéletes a képesség, aki pedig tojik rá, az kérlek szépen megüti végül a bokáját, nagyon türelmes Swift, de nem tudom, hogy mire vár. Athena közben bajban lehetne, de mégis csak egy Ryze-ról van szó, beépített pajzsa is van, ő a farmolásra hajt leginkább, és ez történik amúgy középen. Ryze-nak idő kell, ő inkább farmolgat, lehetőleg nem kezdeményez küzdelmeket. Swift viszont látja, jó a visszavágás, aha, nagy kihívás Swiften. Swift második hibán, és ez most végzetes is lesz. Crazy még felgyógyítja saját magát, mert örül neki. Hiába volt a hanghullám, és még ráadásul az őrszem is.
Swift nem tudta megölni Fiórát. Az minden esetre biztos, túlvállalja magát ismételten. A piros csapat 1-1. Izgul nekem az a véleményem. Hát egyébként Swift. Itt már nagy a tét, tehát 2-2 a győzelmi ráta a két csapat között. Ez a mindent eldöntő mérkőzése, hogy te vagy Nono már nem tudom melyikőtök ki is emelte. Mindenesetre 12. percnél járunk. TNT, lehet, hogy bajban van. Nem, Loken nézd meg, tehát hogy figyelj ki, csináld amit akarsz, én farmolgatok. Tehát hogy a csapat szellem az kimaradt egyelőre ebből a karisztából, vezet is amúgy 20 farmmal Tristanával szemben, ki pedig szomorú boci módjára teszi a dolgát, most már, hogy meglépte a 6-os szintet, így a 10. perc környékén hozzátenném, most már viszonylag nyugodtabban fog belemenni ilyen akciókba, hiszen így, ha esetleg jó lenne a visszatámadás, akkor is életben marad meg a jégesvény. Lényeg az az, hogy megint megvan a forma előny minden egyes ösvényen 10-et, a középső és az alsó ösvényen az Ever csapatot tudhat magáénak, míg 20-szal tökéletesen kompenzál a felső ösvényen a QG csapata. Tehát farmbéli különbség igazából nincsen a két csapat között, viszont egyrészt idézői képesség csere történt az utolsó pillanatban, amire még egyelőre nem tértünk ki. Tehát Cassiopeia, mint ahogy azt már láthattuk, kétszer is a mérkőzésen kifárasztással van itt, nem pedig teleporttal, illetve alapvetően is. Pink hegyek közben Ares nagy bajban lehet, jön közben egy teleport is. Ez mi lesz? Arisnak csökken az életereje, a kövény dermesztés végül jó. A 4-es felütés kitől, de egy ember már meghalt az ember oldalán. Itt van Crazy is, őrült ez a Fiora. El is hoz rögtön egy ember. Duin Bima rajta a vadon szava. Athénán robban a bomba, de Athéna Ryze-al van. Hát nem hiszem el, végül ott hagyja szépen ő is a fogát. Így van, Duin Bima szintén meg fog halni. Nagyon szép. A Crazy gyilkosság, kettembet veszít az Ever, 3-at a QG Reapers, és V és TNT is visszavonul. A QG megint egy picikét úgy néz ki, hogy elszámolta magát. Itt most egyébként úgy néz ki, hogy mind a két csapat egy kicsikét elizgulta a dolgot. Az egész csapatharcat úgy, ahogy van Tokkal vonóval. 4-3-ra módos a gyilkosságok állása. És toronyban nem tud szépíteni az Ever csapata, miért is nem, mert hát ezt a csapatharcot azért, hát nem mondanám, hogy megnyerték, attól függetlenül, hogy Fiora tudott a végén takarítani. 2-1-re módosul az állása Cassiopeiának, illetve hát a gyilkossági jelzője. Két gyilkosság, ami nagyon is szükséges volt rá, hiszen középsősvén azért Farmbilly lemaradása a mérkőzés eleje óta ott van, ráadásul neki nincs teleportja, csak egy kifárasztással tudott érkezni, ami egyébként alapvetően kell is majd neki egy Ryze ellen, hiszen láthatok, hogy mire képes a Ryze. Viszont ezzel a két gyilkossággal be tudja fejezni így a 14. perc előtt a korok pálcáját, ami azért valamelyest korainak mondható. Jaj, de arcátlan volt ez közben. TCT-től Duinbi elhozza a kék erősítést, ez jó lesz neki, tudjuk jól, hogy neki kell folyamatosan építenie az istennő könycsepét, kellenek rá a jelzők, és így lehet szépen folyamatosan fejlődni. Ares van egyelőre itt a középső ösvényen, érkezik TCT, ez most jó lehet, Ares sikerül kiszorítani, ez a Mundo nem tud érvényesülni, meghal végül a mérgezések hatására, ő most már a halakkal vacsorázik, 5 darab QG Reapers játékos van a középső ösvényen, ők azok, akik már rendelkeznek torony előnnyel, így szeretnék ezt tovább bővíteni. Ki elhasználja a törhetetlen akaratot, kérdemé, hogy miért, át kell villanni a kínek a bóján, majd ugyanúgy ott van a környéken, nagyon furcsa. Nem adják oda egy könnyedén a középső ösvényes tornyot, de kinek akarnak időt nyerni, végül saját maguknak visszavonul a QG Reapers, mert úgy dönt, hogy torony elett helyett hozunk egy sárkányt, meg egy toronyeret, az. Szóval 4-4 egy ingyen elhozott gyilkosság, viszont a torony az valóban úgy, ahogy mondod, nem lett elhozva, és ha már a sárkányt mondod, nem, azt se hozták el. A célpontokat teljesen figyelmen kívül hagyják a játékosok, de nem véletlen, mind a két csapatban megvan a tökéletes csapatharc potenciál, ki gondolta volna. Oh, yeah. Kalista, Alistar, Ryze és Fiorának köszönten az egyik oldalt, míg a másikon, hát nézd már, hogy véd meg a lövényszed. Oh yeah! Lulu egyelőre, amúgy nagyon jól szerepel, ugye
tudja tartani a farmot Fiorával szemben, és az előző csapat küzdelemnél is elég sok ideig tudta életben tartani Cassiopeiát, ugye ráment ki a vadon szava. Igen. És Ares szerintem most már átmegy lassan a másik oldalra és nyakon veri TCT-t, mert folyamatosan ezekkel a lejátszókkal, amiket letesz a pályára. Ez tényleg egy troll egyébként. De tényleg óriási troll, és ez a legjobb amúgy, tehát hogy nagyon kevesen használják úgy hitrandőt, hogy folyamatosan tudják ezeket az oszlopokat jó helyre tenni. De TCT megteszi arcátlanul folyamatosan. Dujin D pedig farmolgat középen, Ryze tartja a lépés, mit tartja, vezet. Loken még mindig Kalisztával, igazából kettő támogatással rendelkezik és nulla halállal. Tehát én úgy gondolom, hogy ő azért még veszélyes lehet későbbiekben is, ha nem tudja kifókuszolni a QG Reaper Swift. Na, én már nem félek tőle, tehát hogy QG Swift ott van, a sárkányt elkezdik. Na erre kíváncsi leszek, így van, TNT azzal a sárkányos Tristanával nem is jön ide, nem akarja összezavarni a kezében lévő fegyvert, a mama sárkány meghalt, 6% bónusz fizikai és mágikus sebzés a QG Reapers jutalma, reakció nincs egyenlően az Everton. Az összes különbség a két csapat között jelenleg az az egy toronyban lehető fel, meg hát most már ugye a sárkányban, amit most hozott el a QG csapata. Tehát minimális taktikai előnyről beszélhetünk, de ugye a véd meg a lövészet kompozíció Luluval, illetve Cassiopeiával, amit most láthatunk piros oldalon, az jellemzően a játék végső szakaszára kéne, hogy összpontosuljon. Ami ugye így az átalakított, illetve az 5.20 fölötti változtatásban, igen, az 5.20 fölötti változtatásokban igazából már a 20-25. Percben elérkezhet. Teleport érkezik vissza a középső sorba. Ráadásul bele a méregbe, mekkora kővédermesszés Atinára és Aresre, Ares egyből elhasználja a végső képességét. Mi volt ez? Ez egy QG Reapers érkezés volt a középső toronynak annyi. Athena csak pislogott, mint hal a szatyorban, nem tudott mit tenni, az nem érkezését várták. És igen, Ares is amúgy pontosan így volt. Érkezik TNT. És szeretnék ezt a középső tornyot még elhozni, a ketteset ráadásul. Kinek gyönyörű szép 3-as, 4-es, 5-ös felütései vannak, de ez ide kevés lesz, mert a sebzés hordozó Loken még mindig egy lépéssel, valamint félpályával le van maradva. Jó, az oszlop kit ki lehet zónázni. Loken a legjobbkor jön! Gyönyörű túlvilági hívás, stílusos érkezés Lokentől. Ő tényleg nem parázza túl a dolgokat, néha arra jár, gyilkosságot nem hoz el, maximum támogatás, vagy megmenti a támogatóját. Ez nagyon korrekt. Szóval így van, 19. percnél járunk. És a második tornyát sikeresen bedönti a QG. Lásd csodát, az Ever pedig szépít egyel, tehát még mindig egy torony és egy sárkány tesz különbséget a két csapat között, viszont erre az előző megmozdulásra egy pillanatra térjünk már vissza, mert Athena tipikusan úgy játszott, ahogy az a biciklis kép is van, tudod, amikor a srác elkezd biciklizni. Belerakja a küllőbe a vasdarabot és akkor rossz a csapat. Hát ez a teleport bele az ellenfél arcába. Ez egy kicsikét megkérdőjelezhető döntés, majd utána villanásával sem éli túl az egész toronyvédő akciót. Egy borzalmas rossz döntés és óriási előny átruházás a QG csapatára. Bár tény, hogy még mindig összesen 1500 arany választja el a két csapatot. Attól függetlenül mind a két idézői képességét elhasználta Athena. És a Morellon, amikor ebben a pillanatban készült el, ugye Vin, aki a felsősvényes Luluval játszik. Ami azért is nagyon jó, mert ezzel Mundót meg lehet fogni valamelyest, legalábbis a gyógyítását. Ugyanezt el lehet mondani Fioráról, és bárki másról is, aki a Fiora gyógyító mezőben tartózkodik, tehát ez egy mindenki ellen használható tárgy. Ugye az előző mérkőzésen is az volt a problémája az Ever csapatának, hogy nem hozott elég mágikus ellenállás. Az az igazság, hogy most is egyszerűen hiány mutatkozik ezen a területen, de tényleg Fiorán nem fogunk látni nagy valószínűséggel mágia ellenállású tárgyat, mági ellenállással rendelkező tárgyat, bár egy átoknyelő rá is ráférne, mert Duinbi és Vi együtt rengeteg sok sebzést tud kiadni magából. Arról már ne is beszéljünk tényleg, hogy Mundo azonnal elkezdhetné azt a bizonyos Iron Solari medál építést. Nem tudom, hogy hova vár az Ever. Tényleg az elmúlt két napban, most már maival együtt három napban, ezeket a kompozíciókat meg lehetett fogni magas mági ellenállással, mert túlságosan sok pénzbe kerül kiépíteni a mélységi jogar mellett, még akár egy ürességbotját is.
Tehát nem arra fókuszál az ellenfél sem, és valahogy amúgy jobban működik a mágikus ellenállás, még akkor is, hogyha megfelelő áttöréssel rendelkezik az adott játékos. Na mindegy, ezt még az ember egyelőre nem fedezte föl. Athéna viszont farmolgat folyamatosan, és igen, őrszemjáték. Ugye már gyakorlatilag minden egyes játékos megvásárolta, illetve magáévá tette azt a talizmánt, amire szükséges lesz a játék későbbi szakaszában, tehát már kezd tisztává válni, hogy mennyi őrszem lesz majd elérhető melyik csapatnál. Ugye mind a két dzsungeles, talán ezt ki is emelted, megvásárolta az őrszemes sújtást, nevezzük ezt ezentúl így, és a látókövek elkészültek beleépítve a támogató tárgyakba az alsó ösvényen. Ennek köszönhetően igazából mondhatjuk, hogy egy ilyen másfél látókövel rendelkeznek a csapatok. És, hogyha már ezt megemlítettük, a sárkány környékén egyelőre az Ever csapaton nagyobb hangsúlyt helyez, illetve szeretnek azért az északi dzsungel részbe is beleólálkodni, ami a QG részt illeti. Az a szellem pedig jön, lassít, majd utána megy. Athénával szemben azért V egyértelműen rosszabb helyzetben van ez a Ryze, ez nagyon jó Ryze-nak van, ráadásul még teleportja is. Ugye már elmúltak azok az idők, amikor Ryze gyorsítással jön. A teleport jobb, ha az ázsiai régiót kérdezzük. Úgy döntenek, hogy érdemes mégiscsak a csapat küzdelmekben jobban részt vennie ezzel a Ryze-zal, valamint a váltott ösvénytolást is magabiztosabban lehet csinálni. Baron Nashort én mostanában nem láttam, hogy elhoztak volna a csapatok, tehát egyértelmű, hogy nem azon van a fókusz egyik oldalon sem. A sárkány létezését már felfedezték a mérkőzések alatt, most egyszer el is pusztították. A QG Reapersnek nem biztos, hogy prioritás, hogy arra kimozduljanak, de persze, hogyha az Ever hagyja, akkor lehet tovább menni, mert az az 5% bónusz mozgási sebesség is amúgy szignifikáns mértékben tudja befolyásolni ezt a fajta piszkálódást. Jó, és egy kitért egyébként a varázs ellenállásra, hiszen épülhet, ajaj, épülhet például Árésznak a lebontására mindenféle halálcsillag, de nem most. Ez még csak fél életerő és egy mondó végső képesség, ami viszont azt jelenti, hogy itt is maradhat Árész, a sárkány pedig... Isten, folyamatosan csökken az életereje. Elhozza végül Tristana, megölted az anyámat, mondja TNT kezében a kis sárkány, úgyhogy föl is van most húzva. Lejárt közben amúgy a mozgási sebesség, gyönyörűszét túlvilági hívás Lokentől egészen idáig kivárta, míg nem jött ki az a bója. Gyilkosság nincs, minden esetre mondó is félre sújtott. Félre sújtott, na ezt sem hallottam még. Viszont a második sárkány, illetve a jelző, az ugye a QG csapatához vándorol, ennek köszönhetően megvan a plusz torony sebzésük is, de már alapvetően is egyenlő a toronyállás a játék jelen pontján 2-2-vel szemben. Ugye a külső torony még a középső ösvényen elérhető, legalábbis a QG csapatánál, alsó ösvényen pedig az Evernél. Ugye ja, azért az nagyon vicces, hogy a QG Reapers rendelkezik már Ironsolari medáljával. Ez ugye a mágikus ellenállás mellett még azért az aktívból jövő pajzs is tökéletes lehet, és pont egy olyan Ryze ellen, akinek amúgy a területre ható sebzése is jó, tehát mindenki örül neki, hogyha ugye kevesebb sebzés szenved el attól a Ryze-től, minden esetre közel kell lenni a Swiftnek ehhez. És egyelőre amúgy ugye a mai mérkőzésen itt az ötödiken Swift azért hibázott, nem egyet. Árész is, ez nem a dzsungelesek meccse, azt kell, hogy mondjam. És Árész miért szenved el ennyi sebzést? Mert nincsen mágikus ellenállása, valaki szóljon már neki tényleg, mert azt kéne építenie. Most már elkezdett építeni valami kis aprócskát. Az alibi, csúsztelen. Alibi varázs alibi. Ellenállás. Igen, az alibi, hogy Thanatos csöndben maradjon. Srácok, hát én vásároltam, hát nem áll. Mitől sebez ez ekkorát? Minden esetre a másik oldalt már elkészült egy Iron Solari medálja, és amire az előbb ki akartam térni, az az, hogy másodikat is vásárolnak, amint TCT szépen lassan egyébként be is fejez, hiszen már ott van a Légió égisze és meg a tűzkő is, és ha már varázsellenás, akkor TNT sem maradhat le. Ő ugyanis már a határtalan penge, illetve az ágyú után magáévá is teszi a sejemövet. Tudod, mi a vicces? Hát már a harmadik tornyát hozza el az Ever csapata, ugye kicsikét áthelyeztük a hangsúlyt erről a szempontról, hiszen az QG volt képes az első kettőt elhozni nagyon bátran, és ennek ellenére az Ever csapata végül
képes úgy pozícionálni, hogy nincsen külső tornya a QG-nak, és át is helyezi az őrszemjátékát egy kicsikét agresszívebbre az Ever, és a QG az, aki most visszaszorul, ez viszont hiba lehet, mert kikanászodik el kérlek szépen ebből a passzív játékból. Kalista, illetve Ryze, mind a ketten nagyon durvák tudnak lenni, ráadásul még, valljuk be őszintén, azért csak van ott egy 3-0-0-ás fióra. Bizonyán. Tehát azért vele is találkozni nem annyira jó. Kivétel, ó, nagyon jó a visszavágás, és ha van kifárasztásod, akkor nem olyan vészes. Itt van Árész, végignézi, ahogy meghal a csapattársa! Szegény! Fuss, Árész, fuss! Így van, a bóját már ki tudta kerülni, de nagyon jó az elők, és kitör egy ember, sikerül felökni, TNT megy tovább, puf, puf, puf! Minden esetre Árész végül elmenekül. Mundo nagyon jól fut, de a baronna sorra ettől még ráfordulhat a QG. Teleport érkezik Ryze-tól. Na nézzük csak, Árész vagy Swift fogja elrontani a sújtást. Négyes felütés kitör, törhetetlen akarat. Gyönyörű szép az első sor, TC-team van a vadon szava, Lokenin elfogyott. Mit él? Úristen, Ryze viszont még itt van a játékba. Két embert is megölt ráadásul, nem is akárkiket. Duinbi szintén bekerül még a buli közepébe. Mellé megy Athénának a képessége, de Athéna fut és képes lehet. Hogy ne lenne képes megölni Duinbit? Athéna megy tovább. Hármas gyilkosság a QG Reapers ellen, rossz hívás a Reapersnél, egyedül Loken hal meg, de ő is csak alibiből, hogy elmondhassa, részt vett a küzdelemben. 7-7 a gyilkosságok állása, és mivel hogy csak egyetlen egy halott van az Ever csapatánál, ó, az a fejes, az szép, mindenesetre Árész ezt túl fogja élni, mert hát Mundóból van, és a baronna sor a 28. perc derekán vándorolhat a kék csapathoz, ebbe egy kicsi Lulu szeretne beleszólni, itt is van a környéken még TCT-vel karoltva, az nem lop, az semmikor se lop, az biztos. Egyetértek. Lecsúszott erről a QG Reapers, és a baronasor erősítéssel az Ever így már 3000 arannyal rendelkezik pluszba a QG-hez képest. Ehhez nagyban hozzájárul egy visszajátszás. Így van, a baronasort a piros csapat kezdi el vinni, majd egy 4 emberes vonásos feldobással gyönyörű szépen kezdeményez ki a háttérben Loken. Egy kicsikét elfogyott, hiszen a fárasztás, majd utána a sebzés, ami az agyába érkezett, az neki fájt. És utána hova fordul a piros csapat? Kit akarnak itt megölni? Tankok tömkelege az, amivel szembesülni kell. És ha már tankok, legyen sebzésük is, nem? Nem, de attól még van! Athéna leköveti Doimbet, hiszen Ryze és Cassiopeia összecsapása így a 30. perc környékén láthatod, hogy mivé módosul. Bármennyire van higany léptek, azon a Cassiopeian egész egyszerűen nincsen esélye Ryze ellen. Tényleg ki szeretném emelni Ki-nek ezt a játékát, tehát Ki az Alistárral irgalmatlanul jó. 3-as, 4-es, 5-ös felütések folyamatosan, tehát a csapat küzdelmekben jól helyezkedik, és igenis, kérlek szépen, sokat számít az a pár másodperc, amíg a levegőből nézik a történéseket az ellenfél játékosai. Ugye Lokerre jó volt a fókusz a QG-től, de tényleg az, hogy sok QG játékos kis helyen is elfér, ezt kihasználta az Ever. Ugye Ryze, amikor elnyomja a végső képességét, akkor területre sebez. És pont ezért nagyon sok sebzést osztott ki a QG Reapers játékosaira, mert még ott a folyóban is képesek voltak kis helyre összetömörülni. Aztán mondom, Kinek az a lélek jelenléte, hogy még jól fókuszált, látta, hogy elnáspángolják a többi QG játékost, akkor ő még Duinbire ráfókuszál. Csodálatos játék volt az Evertől, de még nincsen vége a mérkőzésnek. A Team Dignitás sem állt meg egyetlen egy Baron Throne-nál, rögtön a hármat is csinált egy mérkőzésen, tehát még van remény a QG oldalán. Na de, elpusztul az 5. tornya is a QG Reapersnek. Ez bajos, kérlek szépen. Tele van kék pöttyökkel a QG-nak a dzsungele, a térfele, lassan már a bázisa is. Crazy nem törődik V-vel, V-nek hiába van Morellonom, hogy még nincs elég sebzése, nagyon jó a visszavágás, de azt a bóját akkor se kerülött ki, babám. Duinbi pedig azért még mindig egy picikét le van maradva, hogyha Athénével kell párharcot vívnia. Rek'Sai nem pusztítja el azt a látható, ugye messzelátó gömbből érkező őrszemet. Hát igen, kérlek szépen, az Ever, mint egy satú, amit lassan, de biztosan tekersz, ajaj, zárja be a QG-t.
nagy kihívás nincsen, viszont van vadon szava. Vín Luluból kicsi lett, és Crazy esetleg jöhet majd újra. Kiderül! Így van, 31. percnél járunk. Pillanatokon belül elérkezik az az időszak, amikor radikálisan megjönőnek majd az újraéledési idők. És említetted már korábban, hogy nagyon tud fájni egy 3-0-ás vagy 3-1-es igazából lényegtelen fióra. Hát legalább annyira idegesítő lehet egy 3-0-ás Lulu is, egyébként nem azért, mert olyan sebzése van, hogy annak te nem állsz ellen, hanem mert annyiszor alakít át, meg annyi pajzsot rak magára, hogy nem tudod megölni. Ő se tud ugyan megölni téged több, mint valószínű, de nagyon idegesít. 32. perc. Ugye nincsen még egyelőre se sárgán, se baronna sor, tehát az elsődleges célpontja mind a két csapatnak több, mint valószínű, hogy a tornyoknak az elhozatala, illetve a biztonságos farmolás. És egyébként, ha már úgyis itt tartunk a játéknak a végső szakasza környékén, említsük meg azt, hogy a nagyjából 7000-es, 6500-es aranyelőnyét az Ever csapata tárgyelőnyére is be tudta váltani. Egész konkrétan egy egész tárgyal vezet Kalista az alsősvényem. Hiszen 100, majdhogy nem 100 farmal vezet ellenfelével szemben, sőt, mostanra be is tudta egyébként fejezni azt az egészes tárgyelőnyét. Ugye van rajta határtalan penge, ez Kalisztánál már alapvetően ritka, a szokásos első két tárgyát ugye már láthatjuk a játék eleje óta, illetve egy fekete hasító bárt kellő mértékű tankosságot is kölcsönöz számára, és ezzel kiküszöbölheti azt is, hogy utolsó leheletet kelljen vennie, hiszen egyébként mostanság ez már csak a plusz páncélzatot vonja meg, vagy vonja le az ellenfél páncélzatából, így ez az egyetlen egy tárgy plusz tankosság számára a hasító bárt formájában, illetve egy Rek'Sai ellen tökéletesen használható kis cucc. Ráadásul mondjuk a töltési idő csökkentés sem annyira rossz. Érkezik a fősősvénye Swift, H2M BV, próbálják valamilyen szinten segíteni. Még sikerül is ez nekik, hiszen egyedül csak Athena van ott. Csak, ugye? Mindegy, a középsősvényen Loken és ki az, akik ugye próbálgatnak valamilyen szinten provokálni QG Reapers játékosokat, sőt az egész csapatot. Mit csinál a QG Reapers? Ösvényről ösvényre rohangál egy-egyes küzdelmekben, alul tud maradni, Athénával szemben szinte semmi esélye nincsen Duinbee-nek, hiszen rengeteg sebzése van, és Duinbee, valamint Athéna is tud távolról sebzést osztani, tehát mehet a kóstolgatás. Közben Ares is itt van, hogy hát a Duinbee-t sikerül kikapni, lehet, hogy itt kezdeményezés lesz. Nem tudom, a kövédermesztés most kulcsfontosságú lesz, hogyha Duinbee megint hibázik azzal a képességgel, akkor abból baj lesz. Aresnak annyi élete van, hogy az lehet, hogy tényleg sosem fogy el most már. Kettő őrszemet is kitakarít közben Loken. Ares érkezik, beleharap egyet, nagyon jó, úristen! És közben mellé ment a kövédermesztés is, ki már megint mit csinál, TNT is meghalt. Hoppáré! Úgy néz ki, hogy kettősgyilkosság van Lokenen, és ugrál tovább. Rek'Sai ellen jó a fekete hasító, bár persze, hogy jó. Crazy pedig kiveszi magát a küzdelemből, el is az egy inhibitor tornyot és egy inhibitort. Kettő ember halt meg a QG-nál, kettő kulcsfontosságú ember. Kérlek szépen, Darcik, fogd le, mert itt lehet, hogy vége lesz a mérkőzésnek. Athena még megöli azt a fantasztikus Lulu. Swift is a nagy kihívás áldozata lesz. A Nexus Bedőr, az Ever csapata lesz az, aki az Intel Extreme Masters kölni állomását végül megnyeri. Hihetetlen küzdelem! GG! Az már jégösvény! Ez komoly, most tényleg. Szóval így van, az Ever csapata az, aki három győzelemből hármat úgy tudott megnyerni, hogy a QG egyetlen egy rossz döntést hozott, és azon iszonyat mértékben ki tudtak használni mindent a kínai játékosok. És a lényeg az az, hogy az elhozott három győzelem tényleg összesen egyetlen egy hibára épült. Most például egy rossz baronnasor hívásra. Egyetlen egy rossz hívás, és onnantól kezdve az ászt egy egész meccsel is meg lehetett koronázni. Minden esetre egyébként érdemes volt megfigyelni, hogy megint mennyi területi sebzés rejlett abban a rájzban, és hogy a Cassiopeia
a Cassiopeia választás mennyire nem fizetődött ki, sőt minimális mértékben sem. Ugye többször próbálta a fárasztásával megölni, már az ösvényfázisban Rice-t, egyszer sem sikerült, viszont mindig elhasználta rá a kifárasztását, és így igazából megvonta magát az ösvényfázis egészét úgy, ahogy van. A játék végén pedig láttad, egész egyszerűen át lehetett villanni a kövé dermesztést, ahogy az Faker is mindig megcsinálja. Brutális, hogy mennyire körbejátszható karakterről beszélünk. Tibi atya nem értené, hogy miért törülnek ennyire, hiszen nem pálinkás üveget szorongatnak a koreai játékosok, de ezt kérem szépen az Inter Extreme Masters kolony kupája, és ezért megérte az Ever csapatának játszani. Nem volt egy könnyű futam, én úgy gondolom. Tehát az ő részükről is a tegnapi nap folyamán is 1-0-ás állásból kellett végül fordítaniuk az H2K ellen. Most is azért nyögvenyelős volt, de tudod, mi tetszett nekem ebbe az egészbe gyakorlatilag? Az, hogy a dinamikája, kérlek szépen, ennek a Best of Five-nak. Tehát, hogy nagyon sokszor kellett olyan mérkőzéseket közvetítenünk, amikor vagy az egyik fél nagyon el tudott menni, vagy pedig mondhatnám azt, hogy egy véletlen győzelmet tudott elhozni az egyik csapat, és a másik ettől függetlenül simán nyert. Mit láttunk itt? A tiltásokban reagáltak mindig egymásra, és ráadásul szerintem jól. Tehát olyan hősöket tudtak kivenni a játékból általánosságba, amivel meglőttek egy adott pillanatra az ellenfélnél a csapat kompozíciót. Legyen szó arról, hogy egy Rice kitiltottak például, amikor ugye V elkanászodott vele. Jött a Varus tiltás is amúgy még a QG Reapers oldaláról, szintén Mundóra is jött a válasz, és mindig új csapat kompozíciókkal jöttek be a játékba. És pont az ötödik meccs volt az, amikor a harmadik és a negyedik, ugye ilyen távolsági piszkálódásra volt alapozó, távolsági piszkálódásra alapoztak a csapat összeállítás során a játékosok. Na most az ötödik mérkőzésen ezt is sikerült meglőni. Tehát hiába volt ott Cassiopeia, aki folyamatosan tudja provokálni az ellenfelet a méregbombáival, a lassításával, mindenfélével. Tudta volna. Tudta volna, így van. Athéna megfelelő ellenfél volt, úgy érzem, Cassiopeiával szemben. Nyilván az a csapatküzdelem, ahol ő ki tudott bontakozni 2-3 gyilkosság erejéig is, az nagyon sokat dobott az ő bankszámláján, de végig tudott farmolni Cassiopeia ellen, és ugye a későbbiekben pedig egy Rice-zal, aki el van kanászodva, hát szinte olyan, mint egy fióra, azt kell, hogy mondjam. Tehát nagyon nehezen tartott bele a lépés. Még rosszabb is, így van. Főleg, hogyha mind a kettő az Ever oldalán volt, tehát Fiora is és Rice is. És mondjuk ilyen hőse szerintem nem volt az utolsó mérkőzésen a QG Reapersnek. Tehát az elkanászodott Lulu, mondtad, nagyon idegesítő, mert folyton átváltoztat, de annyira sok sebzése elméletben nem jön ki belőle. Cassiopeiánál kulcsfontosságúak a kövé dermesztések. Duinbinak talán az utolsó 2-3 ilyen kulcsfontosságú pillanat el lett baltázva. Sőt, nagyon kevés volt az, ami betalált. És ez ilyen kompozíciós találkozó volt. Az egyik oldalt láthattuk a védmeg a lövészetet, ugye Luluval, Cassioval, illetőleg Tristanával, a másik oldalt pedig védmeg, ha tudott kompozíciót láttunk, Fiorával, Rice-zal, ráadásul a megetetett verziójukkal, ami aztán hát láthattuk, hogy mihez is vezetett. Megvan a győztesünk itt Kuanban, és igazából azzal le is zártuk az elmúlt 3 nap eseményeit, azt hiszem. Abszolút, ezt azért még gyorsan nagyon, tehát még meg szeretném tőled kérdezni, hogy most ugye egy picit láttuk, hogy hogyan működnek a profi csapatok az új patch-eken, és ugye már nem egy alkalmunk volt ezt nézni. Ugye tudjuk jól, hogy az európai LCS január 14-én kezdődik, az észak-amerikai pedig 16-án, félreértéseket elkerülvén. Szerencsére nem egy napon lesz a két régió, mármint hogy nem egy-egy napon, hanem ugye különböző, ugyanúgy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, de te mit vársz most így? Még nyilván addig fog érkezni többfajta patch is ki, illetve már az 5.23-hoz képest is előrébb járunk, de szerinted milyen szezonra számíthatunk a rengeteg sok csere mellett, amit már most úgymond megszívott mind a Fnatic, mint pedig az H2K is, mert itt nem tudtak mondjuk teljesíteni az ázsiai régióval szemben. Korai következtetés azért, tehát egy összeszokatlan... Jó, figyelek, na! Jó, na. Méltó akció kommentátor vagy, én csak annyit mondanék, ja. És
Én azt mondanám, hogy nagyon összeszokatlan csapatok azok, amiket most láthatunk. Valóban rengeteg változtatás van, és ezért is nem mennék bele abba, hogy milyen szezonra számíthatunk. Nem gondolom azt, hogy gyenge szezon lesz, pláne ennyi változtatással, és egy ilyen agresszív újabb szezonnal. Én azt mondanám, hogy érdemes lesz követni. Jó, rendben. Hát mi ezt mindenféleképpen meg fogjuk ugye tenni, ha más nem munkánkból kifolyólag. Na de most akkor mi tényleg elköszönünk tőletek, kedves nézők. December 30-án még lehet, hogy találkoztok velünk idén, mert az EGC-nek lesz egy kupája, amin az utolsó mérkőzést elvihetjük. Majd mindjárt meglátjátok, hogy ez minek volt köszönhető. Szóval, igen, köszönjük szépen a figyelmet. Idén már az egész csapattal biztosan nem találkoztok. Mindenesetre boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek. Egy-két stream még előfordulhat, ahogy mondtam, még 30-án egy kicsikét lehet kommentátorkodunk is. De töltsétek League of Legends mentesen az ünnepeket. Úgyse fog sikerülni. Illetve a boldog új évben találkozunk. Sziasztok! Sziasztok, kellemes ünnepeket! Az a fog. I can't really